Nem érek én rá videót készíteni. Annyi munkám van, készítem a támrendszert. Igazán segíthetnének nekem. Például úgy, hogy iratkozzanak fel a csatornámra, illetve nyomjanak egy lájkot, hogyha tetszenek ezek a kis videók. A következő néhány percben bemutatom néhány új fajtámat, melyeket vagy az idén, vagy a tavalyi évben oltottam, és most hoztak először számottevő termést. Ezek a felvételek október közepe tájékán készültek. Mindegyik kiváló jó fajta, amikről nagyon jókat hallottam az elmúlt időszakban. Tudom őket javasolni mindenkinek. Jó szórakozást a videóhoz! Egy idei szerzemény a tornádó, május végén oltottam zöldre fásan, hatalmas bogyói vannak, ezt mindjárt le fogom mérni, és a vesszők is nagyon szépek, érnek egészen hosszan, úgyhogy tovább fogom szaporítani valószínűleg, hát hogyha ilyen méretei vannak, akkor mindenféleképpen hatalmas méretű bogyók. Csak a legnagyobbat mérem meg. 23 gram. Hatalmas. A többi is, ami ezen a kis bilingen volt, a másikak is valószínűleg elérik a 20 grammot. Ez itt a Lamborghini, egy új szerzemény. Nagyon szép hosszúkás bogyói vannak. Meg is kóstolom. Igen, teljesen magnélküli. Hát nagyon mutatós, nagy jövő előtt áll ez a fajta. Más nem tudok róla mondani. Nagyon tetszetős hosszúkás bogyói vannak. Ugye idei oltás. Meglátjuk, hogy a következő években hogyan teljesít majd. Van néhány nagyon ígéretes tavalyi oltásom. Ez a Niden az egyikük. Hasonlít egy kicsit a Velikára, vagy a Valentinre. Ilyen hosszúkás, kék színű bogyói vannak, nagyon tetszetős és nagyon szép, nagy bogyók. Igazából még nem kóstoltam, most nem is fogom, de hát nyilván ez a kicsi fürt, ez már érett. Több mint ígéretes, remélhetőleg jövőre már szép nagy termést fog nekem hozni. Ez egy idei oltás, a Huszeine Kelin Barmak, rövidítve HKB-nek jegyeztem fel. Kicsi már romlik, már régen le kellett volna szedni, de talán látható, hogy milyen tetszetős, hosszú, karcsú bogyói vannak. Ezt is megkezdték a poloskák már. Ezt a nagy szemet, ezt megkóstolom és megmutatom itt a tenyeremen. Ez egy nagyon vonzó, tetszetős bogyó alak. Nagyon édes érett, már régen le lehetett volna szedni. Ez magvas fajta. Ugye a Lamborghini kicsit hasonlít rá, ami mag nélküli. A következő években reméljük majd komolyabb termést hoz. Most az oltás évében csak erre az egy fürtre futotta neki. Ez a fajta a Bogema, ami 2 éves oltás, de tavaly nem hozott fürtöket.
Tehát tulajdonképpen ez az első termése. Úgy tudom, hogy jóval nagyobb fürtökre képes. Ezek igencsak kicsikék, amik itt láthatók, de nagyon aranyos, szép kis szőlő, és nagyon finom, nagyon kemény, ropogós bogyói vannak, ezért érdemes vele egy gyűjtőnek foglalkozni. Sok kicsi fürtöt hozott, talán itt a napos oldalon látható ilyen megvilágításba. Már szedtem is belőle, mint ahogy szinte minden fajtából. Nagyon kevés a sérült bogyó, tehát nincs igazán vele különösebb gond. Ezek a kis fürtök nem okoznak semmiféle problémát. Jó megvédhető volt, tehát igazából semmi tapasztalatom még a fajtáról, de tovább figyelem a kiváló jó íze miatt. Itt látható a Bagira. Őt is tavaly oltottam, egyetlen egy fürtre futotta neki. Hát ez egy nagyon gyenge kis tőke, a háttérben a teréz. De maga az oltás sikerült, és remélhetőleg jövőre majd kiteljesedik, és akkor komolyabb termést fog hozni. Szép kis kék gömbölyű bogyói vannak. Itt már látszik, hogy a foltos szárny összeszurkálta ezt a bogyót. Ez a Bagira. Tavalyi oltás a Damski Pálcsik. Csak néhány ilyen kisebb fürtöt hozott még. Tőle is jövőre várok majd ennél sokkal többet. Nem betegek a fürtjei. Úgy tűnik, hogy egy jó kis termeszthető fajta lesz belőle. Nagyon tetszik, szép hosszúkás, sárgás, szép színű bogyói vannak. Szintén új fajtám a Palmiati Negroja. Nem hozott valami nagy bogyókat és fürtöket. Én azt hiszem, hogy ez nagyobb méretű fajta tulajdonképpen. Hát az első évben lehet, hogy nem lehet tőle többet várni, de azért én kicsinek találom. Majd utána nézek a dolognak. Jó néhány fürt van a tőkén, de egyik sem jelentős. Viszont nagyon finom, és ő is szinte már túlérett. Most hirtelen, hogy a szeptemberbe léptünk, hirtelen nagyon sok fajta érett lett, és szedni kellene jobban, mert töppednek esetleg, és túlérnek. Hát a levélzete több, mint ígéretes. Semmi probléma nincs. Néhány próbálkozás gombák részéről a hónajhajtásokon, de aztán annyi. Tehát a Palmiati Negroja is egy jó kis termeszthető kék fajta. Hát az érési idejét, hát ugye szeptemberi, azt hiszem igazából, de hát ez már most jó. Talán a kisebb fürtjei miatt érik korábban, mint ahogy én, ha jól emlékszem, olvastam. Lehet, hogy kell neki egy-két év, hogy komolyabb méreteket hozzon. Ezt a fajtát tavaly bananasznak kaptam, aztán kiderült, hogy Arkádia. Nem bánom egyébként, mert ez régen megvolt nekem, mármint az Arkádia, és egy idő után kipusztult a tőke, és évek óta nem volt Arkádiám. Hát most megint van. Két helyre is leoltottam ezt a bananasznak kapott szaporítóanyagot, és lett belőle két tőkém, vagy lesz belőle.
jól megférnek itt a nagy esdával, ugye ez a szomszédos tülke. Tehát megint van Árkádia. Köszönöm a figyelmet! Szép őszi napokat kívánok mindenkinek!